Tovább csökkent a parlagfüves helyek száma 60-ban. Az eddigi időjárás kedvezett a gazdáknak. Színházi napot tartottak az ötös iskolában. Jó estét kívánok, Szenicei Csaba vagyok, ez itt a Híradó, kezdünk! Ebben az évben is feltérképezték 60 parlagfűvel szennyezett területeit, és dokumentálták azok számát. A parlagfű mentesítő akciónap során több csoport járta be a várost és külterületeit. Azt kutatták, hogy merre található a sokak számára allergiát okozó gyomnövény. Tapasztalatok azt mutatják, hogy kevesebb a fertőzött terület a tavalyi évhez képest, mondta Nagyné Csengeri Dóra, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi ügyintézője. Parlagfű ellenőrzés tartottak 60-ban. A házasságkötő teremben köszöntötte Horváth Richárd polgármester az akciónap résztvevőit. Az eseményen idén is részt vettek hivatali dolgozók, a 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai, mezőőrök és közterületfelügyelők. A polgármester kiemelte, céljuk, hogy csökkentsék a parlagfüves területek számát nem csak a városban, hanem a külterületeken is. Megpróbálunk egy kicsit tenni azért, hogy minél kevesebb parlagfű legyen itt 60-ban. És egy kicsit teszünk az allergiásokért is ezzel. Azért az tapasztalat, hogy hála jó Istennek minden évben azért egyre kevesebb parlagfüvet találunk. A jelenlévők csoportokban járták be a várost és külterületeinek előre meghatározott pontjait. A szemle során ellenőrzési naplót töltöttek, és fotókkal dokumentálták a földek állapotát. 5 területünk van, tulajdonképpen 60 egész területe, görbeéri területek, kisgombos, nagygombos, majorság laktanya, új 60-ba északi déli rész van felosztva, 32-es útról nyugatra. Nagyné Csergei Dóra hozzátette, csökkenő tendenciát mutat a parlagfűvel fertőzött területek száma a tavalyi évhez képest. Voltak olyan szakaszok, ahol most egyáltalán nem találtak. Azoknak a közterületeknek az elérhetőségét, ahol parlagfűvet találtak, a hatósági irodának továbbítják. Innen majd a 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai fogják lekaszálni a gyomnövényt. Bár nem telt szélsőségek nélkül az év, összességében az időjárás eddig kedvezett a mezőgazdaságnak. A tél végén leesett csapadék mennyiség jót tett a földeknek. Simon Attila mezőgazdasági szakértő hangsúlyozta, az ágazat kiemelkedő hozamokat érhet el ebben az évben. A tavalyi aszályos idő után ez az év jól kezdődött a gazdáknak, ezért most magas hozamra lehet számítani ebben az ágazatban, mondta a 60 TV-nek Simon Attila mezőgazdasági szakértő. Hozzátette, az idei becslések szerint a napraforgó táblájának termése jelentős mértékben növekedik majd, míg tavaly 1,2 tonnát takarított be, most várhatóan az ötszörösét aratja majd le. A mennyiségi növekedés vonatkozik az árpára, repcére, napraforgóra, kukoricára, valamint a búzára is. A szakértő hozzátette, az utóbbi hatással lesz az élelmiszeriparra is, várhatóan megáll majd a kenyér árának emelkedése. Úgy gondolom, hogy annyiban lesz a kenyérben árba változás, hogy nem megy följebb. Tehát nem gondolom, hogy csökken, hiszen van komoly egyéb költségek, szállítás, fűtés, energiaköltségek, amivel a kenyeret ki kell sütni, de szerintem meg fog állni az emelkedése. Ez az olcsóbb kenyérgabona lehetővé teszi ezt. De ez vonatkozik, mint takarmánynövénynek, az árpa és a többieknél. Ott még a tejárában lesz egy megtorpanás. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén májusban a fogyasztói árak átlagosan 21,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Májushoz viszonyítva a kenyérára csaknem 53%-kal, a tejtermékeké 51%, a tejé pedig mintegy 35%-kal nőtt. A legkisebb mértékben a liszt és az étolajára emelkedett. A Brémai muzsikusok és a Három pösze lány című színdarabot mutatták be a 60-i 5-ös számú általános iskolában. Közel 80 tanuló szerepelt az előadásban, a diákok hónapokon át készültek a produkciókra, amelyeket az énekkar tagjai színesítettek. Színházi napot szerveztek a 60-i 5-ös számú általános iskolában. A diákok az intézményben rendszeresen tartott drámaszakkörön megtanult darabokat mutatták be társaiknak, valamint tanítóiknak. Merre menjek, segítsetek, jobbra vagy balra, ti biztos tudjátok az utat.
Kutalik Márta, a 65-ös számú általános iskola igazgatója elmondta, a gyerekek ebben a tanévben két mesejátékot is tanultak, így az eseményen a brémai muzsikusok és a három pösszelány történetét is bemutatták. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedves ötlet, hiszen fontos, hogy egymás munkáját a gyerekek megtanulják megbecsülni, lássák, hogy ki miben ügyes és miben tehetséges. Ambruzsné Bakos Anett, a dráma szakkör vezetője, több mint 10 éve működik már ez a szakkör, és kiegészül az ötös kórussal, amelyet Kis Ágnes vezet. Egy nagyon klassz művészeti blokkot alkotnak ők együtt. Hozzátette, szeretné, ha hagyományt teremtenének ezzel a rendezvénnyel, és a jövőben, minden évben megtartanák az eseményt. A programon csaknem 80 gyermek állt a közönség elé jelmezekben, akik egész évben készültek a produkciókra. A diákok a jeleneteket zenével és énekkel színesítették. Hivatalos vagyok oda én is, önöknek még el a százszor közönség. Hivatalos vagyok oda én is. Különleges koncerttel készül a Vadászati Múzeum. A nagymarosi ütősök érkeznek 60-ba. Akik a nagymarosi Kittenberger Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola egykori és jelenlegi ütőhangszeres növendékei. Repertoárjuk leginkább könnyű zenei slágereket és jazz tendereket tartalmaz ütőzenekari hangszerelésben. A koncert június 24-én lesz este 8 órakor a Vadászati Múzeumban. Elkezdődött a Szent János Bogár rajzás, ami az Alcsúti Arborétumban tekinthető meg. Ez az egyedi természeti jelenség ezernyi fénylő zöld lámpásként repkedve mutatja be a bogarakat. Az esemény minden nap látogatható és szakvezetéssel is meg lehet tekinteni. A rajzási időszakot befolyásolja az időjárás, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az Arborétum Facebook oldalán. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhőkből helyenként záporok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakulhat. Pénteken is még sokfelé kitarthat a kánikula, de egy közelgő hidegfront hatására már egyre nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Napközben 25-35 fokra számíthatunk. Szombaton a kezdetben felhősebb keleti tájokon még előfordulhatnak záporok, majd délután ott is csökken a felhőzet. Az ország nagy részén napos idő várható, mérséklődik a hőség, a délután 25-30 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a mesepercekben az iregi kakasok történetét ismerhetik meg a gyerekek, majd az egyházban Tatai István református lelkész gondolatait osztja meg a hazugság és az igaz beszéd témaköréről. Ezt követően az élesztőben Szénási Péter, 60-i parakerékpáros bajnokot láthatják. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirla.hu weboldalon, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!